Ideiglenes a tejhiány Szerbiában, és nincs szükség a tartalékok felhalmozására. Ezt mondta nemrégiben Branislav Nedimović, mezőgazdasági miniszter. Alexander Vučić szerb államfő szeptember 10-én pedig azt, hogy a lakosság tejszükségleteinek kétszeresét biztosítják, valamint, hogy Lengyelországból is hoznak be tejet. Ali ne možemo da imamo dovoljno mlijeka ako uđete i kupite 36 litara dugotrajnog mlijeka. Azonban a boltok polcain továbbra sem sok helyen lehetett találni friss tejet. A korábbi olaj, majd a liszt és a cukor után most a tej számít hiánycikknek Szerbiában. Körbejártunk több üzletet is. A kis településekre az jellemző, hogy a polcok még üresek, nem található meg a friss tej. Szabadkán egy üzletet találtunk, ahol még néhány üveggel lehetett vásárolni, azonban a többségi üzletre itt is az jellemző, hogy nem található friss tej. Az emberek viszont vásárolnák, hiányolják. Az egyik nagyobb szabadkai önkiszolgálóban továbbra is üresek a teljes polcok. Múlt héten voltam egy másik üzletbe, és nem volt kitéve tej a polcokra, de valaki megkérdezte az üzletvezetőt, hogy hát van tej. Azt mondja, hogy ne lenne, azt mondja, hogy milyent akar UHT-t vagy friss tejet, azt mondja, mindjárt hozza ki, de csak annak az egyvevőnek. Ezért mondom, hogy lehet, hogy ez mesterségesen van kialakítva, de figyelembe kell venni a szárazságot és a takarmányhiányt. Én nem vettem észre, mert hogy ugye én nem fogyasztok sok tejterméket otthon, de viszont amennyi kell, az nekem otthon mindig megterem. Szóval nálunk bácskin a trubóba, ott non-stop van. Úgyhogy én nem vettem észre ennek hiányát, de viszont étteremben dolgozok, ott viszont nagyon látszik, mert ugye ők nem kisboltokba vásárolnak, hanem nagyboltokba. És ott igen hiányunk is volt, de most beszerezték valahonnan, nem kérdeztem honnan, de... Kovács Géza kispiaci gazda minden nap átadja a tejet a tejgyárnak. Értetlenül áll a tejhiány előtt, ugyanis, mint mondta, ők most is ugyanannyit termelnek, mint korábban. Bár hozzátette, a magas takarmányárak és a szárazság miatt nem igazán éri már meg ezzel foglalkozni. Most körülbelül... Ha elég jó termel a tehén, akkor talán a nullát vagyunk. Tulajdonképpen a mostani jövedelem a termelőknek esetleg az a tehén, fejős tehenekre járó támogatás, meg hát talán egy kicsit besegít a prémium, tejprémium, ami van. De viszont a tejár, amit mi kapunk a tejgyártól, azt egy az egybe megeszik a tehenek, de akkor még nem beszéltem az amortizációról, a többi befektetésről, állatorvosi költségről, stb. A tejgyár 56 dinárt fizet a kispiaci gazdának literenként a tejért. Kovácsék már több mint 30 éve foglalkoznak állattenyésztéssel, így az alacsony felvásárlási ár ellenére sem akarnak felhagyni azzal.